Idén is számtalan táborozási lehetőség közül választhattak Berettyóújfaluban a kisiskolások. Július 3. hetében többek között a református tábor is vakációzási, élményszerzési lehetőségekkel várta a gyermekeket. A református tábor a diószegi kezdete óta létezik, diószegi nyár elnevezéssel indult, amikor még az Erzsébet táborok nem is léteztek, meghirdettük, felismertük azt, hogy a szülők nyáron nem nagyon tudják elhelyezni a gyermekeiket. És ebben próbáltunk segíteni, hát mikor milyen lehetőségünk volt rá, annak mértékében volt, amikor 3-4 hetet, volt, amikor 9 hetet is biztosítottunk a gyerekeknek. Korábban angol nyelvi tábort szerveztünk, vagy hagyományőrzőt, most az idén tekintettel arra, hogy bizonytalanság övezte ezt az egész táborozhatunk-e vagy sem, így nem akartunk ennyire előre szervezni, így egy általános táborok, ami az együttlét, a gyerekek mozgáskultúráját, a természetben való létét segíti elő. Tehát, hogy igen, ne tévézenek, ne számítógépezenek, hanem tényleg, mint a mi gyerekkorunkban legyenek kint a természetben. Ebben az évben 4 hetet biztosítunk napközis táborra. Ez azt jelenti, hogy 8 órától 16 óráig lehetnek a gyerekek. Ez alatt 4-szeri étkezés biztosítunk, valamint különböző színes foglalkozásokat a tanítónénik, tanárbácsik segítségével. Az együttlét öröme a meghatározó, hiszen egy kisebb program is fokozott élménnyel jár. Fogalmazott az iskola igazgatója a református, valamint Erzsébet táborok iránti érdeklődéssel kapcsolatban. Közvetlenül a nyári szünet utáni időszakban ott fokozott az érdeklődést. Volt olyan, amikor 160 gyerek is volt egy héten át. Amúgy, ahogy megyünk belefele a nyárba, egy picit ez enyhül. De hát azt mondhatom, hogy ebben az évadban is összesen, tehát hetente 120 és 80 fő közötti gyereklétszámmal dolgozunk. Főleg az alsósok, tehát az 1-4 osztályosok nagyobb számban, felső tagozat az egy picit szerényebben, viszont az ott alvós táborokban ők a dominánsak. Őket engedik inkább el a szülők, ők, akik már picit önállóbbak, tehát olyan 6., 7., 8. évfolyam. A táborozók ellátogattak többek között a Debreceni Állat- és Növénykertbe, illetve az Ötholdas Pagonyba is. Mindezeken túl pedig meg annyi szellemi, kulturális, valamint sporttevékenység színesítette az egyhetes programot. Vannak slágerek, például a bobozás, ez a fiúk körében nagyon menő, most vízibiciklizni is lehetett, azt is kipróbálták a gyerekek. De hát vannak ilyen rejtvények, meg klasszikus hagyományőrző játékok, amikbe belevisszük őket. Tehát ez színes, és hétről hétre azért váltakoznak. Tehát nem egységesen, minden így héten át ugyanaz megy. A mai nap folyamán a boppájára mentek ki a gyerekek, de korábban a Száztanyát látogattuk meg, meglátogattunk mindig tervszerűen egy-egy települést, Zsákát, a Rédei kastélyt, Debrecenben voltak bent a gyermekek, a református kollégiumot, nagy templomot megnézték, és hát igénybe vették persze Debrecen játszótereit is. A napközis táborok mellett 2 ottalvós tábor is szerepel a diószegi refi nyári programjai között. A következő Balatonparti egyhetes tábor augusztus 1-én indul.